Az út melletti figyelmeztető táblák ellenére sok esetben nem lehet elkerülni a vad baleseteket, hiszen az állatok nem a kereszt szabályai szerint közlekednek. Váratlanul és nagy sebességgel képesek felbukkanni a gépjármű előtt. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság a Nyíregyházi rendőrkapitánysággal együttműködve demonstratív ellenőrzést tartott péntek délelőtt a Sóstói úton. A figyelemfelhívás célja az volt, hogy minél kevesebb vadelütéses baleset történjen. A legnagyobb megelőző erő az az, hogyha betartjuk a közlekedési szabályokat, megfelelő figyelemmel és körültekintéssel vezetünk, figyelembe veszük a vadveszélyt jelző táblákat, hiszen azért a vadveszélyes helyeken ezek kihelyezésre kerültek. Emellett próbálunk még pluszban tenni azért, hogy minél kevesebb ilyen baleset történjen. Az egyik ilyen dolog az a mögöttünk látható tábla is, amit pontosan azért helyeztünk ki, hiszen egy vadveszélyt jelző tábla mellett könnyen elhaladunk. Amikor viszont meglátjuk magát a vadat, hogy hogyan néz ki, akkor óhatatlanul is tudatosul bennünk, hogy ilyen állat felbukkanására az adott területen számíthatunk. A legtöbb vadelütés miatt történt baleset anyagi kárral járhat, de előfordulhatnak olyan esetek is, ahol súlyos személyi sérüléssel végződik a gépkocsi és az állat találkozása. De nem csak figyelmeztető táblák lehetnek a járművezetők segítségére a vadbalesetek elkerülése érdekében. Akár már pár ezer forintért is hozzá lehet jutni olyan vadriasztó készülékekhez, amelyek hangjelzéssel vagy fényjelzéssel próbálják megakadályozni, hogy a vadak a közútra merészkedjenek. Az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének szakemberei éppen ilyen egy a gépkocsi elejére felragasztható tárgyat osztottak a gépjárművezetőknek, amely a menetcél által gerjesztett hanggal zavarja meg a vadakat. Hajzel Lajos hivatásos vadász elmondta. Vadászveszélyre mindig számítani kell bizonyos útszakaszokon, de vannak kiemelt időszakok is, amikor fokozottan ügyelni kell az autósoknak. Minden állatnál előfordul egy rizikósabb időszak, amikor tehát figyelmen kívül hagyja a gépjárműveket, tehát figyelmetlenebb. Például az őznél most következik a teritorium kiválasztás a tavaszi időszakban, és az erősebb egyedek a gyengébb egyedeket elüldött. Tehát az erősebb egyedek elfoglalják a jó helyeket, és a gyengébb egyedeket kitessékelik onnan, úgymond. És ilyenkor ezek a fiatalabb, gyengébb egyedek újabb helyet keresnek, és ilyenkor több esetben előfordul, hogy az erősebb egyed átzavarja az úton a gyengébbeket, előfordul, hogy mind a kettőt elüti a gépjármű. Tehát ilyenkor fokozottan kell figyelni. Amennyiben nem sikerült elkerülni a balesetet, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívó számot. Figyelmeztet a rendőrség és a vadászkamara, akik arra is felhívják a figyelmet, hogy az állatot semmiképpen ne szállítsuk el a helyszínről, hiszen az bűncselekménynek minősül.